30-án jött be az első orosz csapat Uszkába. Ezeknek 5 nap szabadrablást engedélyeztek. Szemtanúk elbeszélésében elevenednek meg a 20. század tragikus szabolcs-szatmár-beregi eseményei. A Vármegye háza és a Dunatáj alapítvány az Én megyém, az én történetem címmel indított programjában 5 dokumentumfilmet készítettek elismert filmes szakemberek. A mozgóképes alkotások célja többek között a fiatalok megszólítása és a helyi identitás erősítése. Vármegyei önazonosságunk megőrzése, továbbfejlesztése nagyon fontos célkitűzés a Vármegyei Önkormányzat számára, ezért egy újabb identitásprojektet valósítottunk meg, amely filmes eszközökkel dolgozza fel a Vármegye közelmúltjának tragikus eseményeit. A Málenki robottól kezdve Trianonon át a rendszerváltás időszakáig szólnak ezek a filmalkotások. Egy nyilvános és ingyenes vetítést tervezünk 23-án este 6 órától itt a Vármegyeháza nagy termében. Szeretettel mindenkit várunk erre a vetítésre, amelyen 2 alkotást mutatunk be. A filmeket az elmúlt hónapokban 12 helyszínen, például Fehérgyarmaton, összesen több mint 1100-an láthatták, többségében fiatalok. Én hiszek a fiatalságban, és ezt a tapasztalatot vissza is adták ezek a rendezvények, hiszen a fiatalok nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak. Mindennek a kulcsa egy jó moderáció, és a moderátor szerepet a mi esetünkben az alkotók, a filmet megálmodók jelentették. Ők a helyszíneken igyekeztek a fiatalokat bevonni, hol játékosan, hol formálisan, hol informálisan, hiszen az volt a lényeg, hogy ezeket a nehéz történelmi tényeket, témákat közelebb vigyük a fiatalokhoz. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Vármegyei Önkormányzat célja, hogy az elkészült dokumentumfilmek a televíziós csatornákon és az online felületeken a szélesebb közönséghez is eljussanak. Az alkotások jelenleg a Vármegyeházán kölcsönözhetők. Az augusztus 23-ai vetítést követően 25-én ismét bemutatóra várják a közönséget. Az Asszonylázadás Nyírcsaholyban című kisfilmet a községben tekinthetik meg az érdeklődők.